Ideje nekiállni a nyári metszésnek, ez pedig leginkább vonatkozik a kordonos gyümölcsfákra, mint ez itt. Ezeket itt vízszintes sorokban termesztem. Minden kordonos gyümölcsfát nyáron meg kell metszeni, mert a nyári metszés visszafogja a növekedést. A téli metszés viszont, amit pedig akkor végzünk el, miután lehullottak a levelek, serkenti a növekedést, de csak kifejlett gyümölcsfákat metszünk meg. Először is levágunk minden nem kívánatos függőleges hajtást. Amint látják, itt erősek és magasba törők. Ne az egészet vágjuk le, hagyjunk 2-3 levelet, mert a célunk az, hogy gyümölcsös hajtás fejlődjön a helyükön. A gyümölcs mindig itt fejlődik ki. Levágjuk, meg ezt is, és ezt is. A másik fontos dolog, hogy a gyümölcsöket érje fény és levegő. Akkor jobban megérnek. Ha árnyékban vannak, nem érnek meg. Minden metszésnél szabály az, hogy többet vághatunk, de már nem lehet visszaragasztani, úgyhogy csak szépen lassan. Amikor eltávolítottuk a felesleges ágakat, kikötözzük a meglévőket. Habár ez az utolsó ág úgy néz ki, mintha függőleges ág lenne, egy vízszintes ág vége. Ezért most lekötözzük, de nem az egészet. A kordonos fa felfelé törekszik, arra megy el az energiája. Mi viszont vízszintes növekedésre akarjuk sarkalni, úgyhogy szépen lekötözöm. Nem sokára úgyis ismét felfelé törekszik majd a vége. Ezt a fát tehát megmetszettem, lekötöztem az ágait. Készen van. Ezt a módszert bármilyen kordonos gyümölcsfánál alkalmazhatjuk. Ha úgy látják, hogy az almafájukon túl sok az ág, hatalmas lett. Azt is meg lehet metszeni nyáron, akkor új formája lesz. Lehet, hogy a fa így csinosabb lett, de a lényeg akkor is a körte, a gyümölcs. Mert nincs jobb a kertünkben megérett körténél. Azt nem lehet pótolni, és fontos, hogy mikor érik meg. Egyébként meg bárki, akinek gyümölcsfája vagy zöldségei vannak, tudja, hogy az öröm, amit adnak, a termés. Ami aztán az asztalunkra kerül. A termés öröme semmihez sem fogható.